A mai sajtótájékoztatónk témája egy olyan választási programpont, amit kicsit későbbre szerettem volna, de hát az élet mindig átírja ezeknek az aktualitását. És a tegnapi napon volt az, ami azt gondoltam, hogy nem következik be ebbe a választókerületbe. Zalahaláb községbe egy ott élő hívott fel a tegnapi délelőtti napon, hogy közmunkások szórnak Navracsics Tibor, Fidesz országgyűlési képviselőjelöltnek a lakossági fórumára szóló meghívót, ami egy fénymásolt papír. Autóba ültem, kimentem az utcába, találkoztam a közmunkásokkal, megkérdeztem, mit csinálnak. Ők elmondták, hogy ezek a szórólapokat szórják. Megkérdeztem, kinek az utasítására teszik mindezt. Elmondták, hogy polgármester úr utasítására. Kérdeztem tőlük, hogy ez szabály, tudják, hogy ez szabályellenes-e. Ők ekkor elmondták, hogy őnekik ezt adták ki, ezt kell csinálni. Ők az elszenvedői, én azt gondolom, ennek a folyamatnak. Majd utána bementünk a polgármesteri hivatalba, a polgármester úr nem tartózkodott sajnos ott, kétszer is próbáltam hívni a hivatali dolgozót, kértem, ha visszaérkezik polgármester úr, mindenféleképpen hívjon fel, ez nem történt meg, és az egésznek az apropója az a választási program, ami véleményem szerint kormányváltás esetén az összes többi nem ér semmit, ez semmi más, mint a hűbéresi rendszernek a lerombolása és egy új demokratikus rendszernek a felépítése. Ez a hűbéresi rendszer az elmúlt 12 évben úgy alakult ki, hogy az országgyűlési képviselőtől függött a független polgármester, a polgármestertől a közmunkás, és így ezeknek a triumvirátusnak az együtt dolgozása tartotta a hatalomba a Fidesz munkáját, a Fidesz kommunikációját. Ez nincs máshogy sajnos most sem, mint a 22-es választási kampányban, sem a Jobbik, sem az ellenzék nem folyamodik olyan eszközhöz, hogy polgármestert kérjen meg arra, hogy a közmunkásaival a választási kampányban akármilyen propaganda anyagot szórjon ki. Tegnap este szembesültem azzal, hogy polgármester úr válaszolt ezekre a dolgokra. Olyan írás hagyta el a közösségi oldalába a gondolatait megtestesítve, hogy 2015-ben a mi lakossági fórumunkat is megszóratta a közmunkásokkal, a mi kérésünkre, ez szemenszedett hazugság, ilyen soha nem csináltunk, és azt gondolom, hogy polgármester úr nem volt a Jobbik IT-nek a tagja, hiszen a Jobbik IT szórta 2015-ben az összes településen történt lakossági fórumnak a meghívóját. Az is hazugság, hogy ezek a közmunkások nem tudtak róla. Hát utasítást hajtottak végre, egy választási kampányban vagyunk, a választási kampány része egy lakossági fórum, amin egy politikus van, és választási kampányanyag az, amit a meghívónak hívnak, tehát egy lakossági fórumos meghívó az egy kampányanyag. Ezt nagyon jól tudta polgármester úr, ha nem így volt, akkor viszont még nagyobbak a problémák. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, ha ezzel vagy bármi más a kérdésük van, ha nagyon szívesek állnak. Lékó Sándor ajkai szó, van ennek valami fóruma, hogy ezt tovább lehessen vinni, vagy a közvélemény, nyilván választási irodának lesz ez egy-két szava. Igen, ma reggel 8 órakor adtam be a kifogásomat a választási bizottsághoz, az be is érkezett, csatoltam hozzá a videót, illetve most egyeztettem az ügyvéddel, mivel polgármester úr tegnap este egy nyilvános Facebook bejegyzésbe hamis állításokat írt le, ez valószínűleg a bíróságon fog végződni. Ilyent nem tett soha akkora Jobbik és az ellenzék sem, hogy megkérte volna a polgármester urat, hogy kampány szóróanyagot terjeszten, ez szemenszedett hazugság. Én azt gondolom, sőt innen azt szeretném kérni polgármester úrtól, hogyha ő kezeli a Facebook oldalát, akkor ezeket a gondolatokat fogalmazza át, vagy ha nem ő, hanem más kezeli a Facebook oldalát, akkor viszont nagyon sürgősen egyeztessen vele, hiszen ott olyan ferdítéseket és hamis állításokat írt le, ami megállja a helyét a bíróságon szerintem a rágalmazás terén.